arra gondoltunk, hogy létrehozunk mi is a sajtófotópályázathoz hasonlóan, a MUOSZ sajtófotópályázatához hasonlóan egy hasonló fotópályázatot, amely minden évben valamilyen tematika köré épül. Az tavalyi az a cigány-magyar együttélésről hirdetett meg egy fotópályázatot, és a Magyar Művészeti Akadémia Magyar Művészeti Akadémiában társat találtunk, támogatót találtunk, komoly díjazással. Ennek folytatásaképpen idén azon gondolkoztunk, hogy mit lehetne szintén az utcára kivinni, mert hogy a fotókiállítás tavaly is, épp úgy, mint idén is, a könyvfesztivál ideje alatt a Millenáris Parkban tekinthető meg. És arra gondoltunk, hogy már Ferenc pápának az idei mottóját vesszük alapul, ébresztjétek fel a világot. A legegyszerűbb cél talán az lenne, hogyha valaki meglátja ezeket a fotókat, elmegy mellettük, akkor egy pillanatra megáll, valamit kap, valami elindul benne, és akkor azzal tud tovább menni ezekkel a gondolatokkal. És azt gondolom, hogy olyan pályamivek érkeztek be, amelyek ezeket tükrözik. Minden ilyen nyílt pályázatnál a zsűrinek mindig el kell szenvedni természetesen azt, hogy rengeteg színvonal alatti pályázat érkezik, de nem is ezzel kell foglalkozni, mert ez tulajdonképpen az ilyenfajta pályázatoknak a természetes velejárója, és ezen hamar túl tudja tenni magát az ember. Utána következik az az öröm, ami a meglévő remek képeknek az élménye, úgyhogy azt kell mondani, hogy fölösleges nézni, hogy ez a beküldött képek hány százaléka, de a kiállított képek és a díjazott képek a világ bármelyik legkitűnőbb ilyen fotókiállításán megállnák a helyüket. Az első díjat nyerő kép, Hajdú D. András, hát kitűnő fotográfus, egy fiatal, de már nem kezdő, pillanatnyilag nagyon futó és nagyon jó paszban lévő fotóriporter a sajtófotó kiállításon is rengeteg díjat nyert. Hajdú D. Andrásnak ez az Álom és Valóság című képe, ami hát tényleg egy gyöngyszem. Tényleg egy gyöngyszem azért, mert nagyon nehéz dolog egyszerre humorosnak is lenni, és egyszerre együttérzőnek. Tehát úgy mosolyogni valamin, hogy nem kinevetjük, hanem együtt érzünk vele. Tulajdonképpen a megkönnyezés és a nevetés határán, egyensúly, nagyon keskeny határán egyensúly ez a kép, nagyon nagy empátiával és nagyon nagy beleérzéssel, egy gyönyörű kép tényleg. Van ennek az ébresztjétek fel a világotnak talán egy triviális része is, ami egyébként a világ sajtófotós, hogy mondjam, áradatában is meglehetősen elől van, vagy meglehetősen fontos szerepet tölt be. Ez a világon lévő különböző szörnyűségeknek, háborúknak, polgárháborúknak, robbantásoknak, ilyen szörnyű eseményeknek a képe, ami hát persze, hogy alkalmas erre, hogy fölrázza a világot, de talán pont azért nagy érték számunkra a Simonyi Balázsféle sorozat, fotósorozat, mert teljesen más úton jár. Teljesen más úton jár egy maratoni futóverseny célba érkezőit fényképezi. Tulajdonképpen egészen misztikus tartományba megy át, valahogy megsejteti az emberrel azt, hogy milyen, hogyha találkozik a leírhatatlannal. Ezek a célba érő versenyzők ugyanis elterülnek, és mély álomba merülnek. És ezt az álombéli pillanatokat fotózta egymás mellé egy fotósorozatban. Nagyon-nagyon gyönyörű kép, és azért volt különösen nagy érzés, vagy jó érzés ezeket látni, mert nem a triviális, nem a kitaposott úton jár.
én a fényképezésnek magam azon a területén dolgozom, hogy én számomra nem idegen a képek manipulálása, de az ilyenfajta fényképezésben, amit talán a riporthoz, vagy a autonóm riporthoz, ehhez a kategóriához lehet sorolni, az ilyenfajta fényképezésben általában jogos elvárás az, hogy a képek ne legyenek durván manipuláltak. Nehéz ezt pontosan egy éles határt húzni, tehát az a fajta képjavítás, ami a tónusok módosításán, esetleges hibák eltüntetésén van, az a fajta kép manipulálás az belefér. De már az nem, hogy valakinek kicseréljem a fejét. Az már, hogy a képen lévő, ott lévő alakokat letöröljek és másikat rakjak helyébe, ami egyébként hát technikailag megoldható a mai világban. Alapvetően én tavaly megnyertem a pályázaton a második díjat, úgyhogy idén már nem nagyon kellett keresgélnem a pályázatot, mert amikor kiírták, akkor én automatikusan rajta is voltam ezen a listán, ahova eljutott a kiírás. Tavaly pedig úgy találkoztam vele, hogy ugye elég ritka, hogy ilyen egyetemfotós díj megjelenjen Magyarországon, úgyhogy alapvetően a szakmában elég nagy feltűnés keltett az, hogy létrejött ez a díj, és ráadásul egy elég komoly pénzösszeg is jár hozzá. És pontosan tudom, hogy a szakmabeliek nagy részét megmozgatta ez, és így láttam is a pályázók között rengeteg olyan fotósnak is a művét, aki dolgozó, aktív fotoriporterként napi munkában is benne van. Dokumentarista anyagokkal foglalkozom, lehet szociófotónak is hívni, és ugye gyakorlatilag ebben a témában, vagy ezekben a témákban mozgok én is, az érdekel, hogy milyen a világ körülöttünk, hogyan lehet erre reflektálni, egyáltalán észrevenni azokat az embereket, akik segítségre szorulnak, akik olyan helyzetben vannak, hogy egyszerűen fel kell hívni rájuk a figyelmet, és ilyen szempontból teljesen, hát én úgy éreztem, hogy kvázi rám értek ilyen a pályázat. De tavaly is hasonló volt a történet, hogy tényleg az elesettek körülről szóló anyagokat kerestek, akikre fel kell hívni a figyelmet, és ilyen szempontból evidens volt nekem, hogy pályáztam kellene rá. Három anyaggal pályáztam. Az egyik teljesen pozitív történet volt, egy pécsi győrtelepi postásról szólt az egyik anyagom, és a postásnak a pozitív szemléletén keresztül mutattam be az ottani hátrányos helyzetben élő embereket. Leadtam egy másik anyagot, ami szintén kiállításra került szerintem most, ez Nyíregyháza és a Zürich közötti prostitúciót mutatta be, egy anyát kísértem, aki ingázott a két város között, és így próbált a gyerekeknek megteremteni a napi vettevőt. És a harmadik anyag, amivel nyertem, az pedig Nagybányán készült egy szegregált cigánytelepen, amit a város tehát két vagy három évvel ezelőtt, 2010-ben egy komoly ilyen sajtó, meg egy óriási hírverés volt az egész történet között, mert hát tényleg egy falat épített a polgármester a cigányság és a város többi lakói közé, és én ezt a történetet kezdtem el dokumentálni még 2010-ben, és hát gyakorlatilag minden évben többször visszamegyek és folytatom az anyagot, és ez a kép ott készült egy ilyen abszolút lepusztult környéken, egy kb. 6-7 négyzetméteres kis viskóban van egy család, akivel én napi szintű, amikor ott vagyok, én napi szintű kapcsolatban vagyok, és őket látogattam meg, és akkor én nem is fotózni mentem ki, hanem amikor megérkeztem és megláttam ezt a képet, akkor gép nálam volt, ezt gyakorlatilag egy vagy két kockát készítettem aznap csak, amikor ezt a képet csináltam, mert annyira szürreális volt ez a történet ott, ahogy a kisgyerek az ágyon ülve eszi a ennivalóját, miközben a bárány néz bele a kamerában, a terítőn pedig ezek a Disney figurák köszönnek vissza, hogy annyira ilyen szürreális elvágólag, tényleg egy ilyen felezővonal volt a képem közepén, hogy a ottani kinti valóság, illetve az álomvilág, tehát ez a három anyag volt, amit beküldtem.